A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából az elmúlt években rendhagyó történelemórák és kiállítások kerültek megrendezésre a Tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központban. Az intézmény a témához kapcsolódóan ezúttal egy tudományos konferenciának adott otthont, melynek szervezője a Debrecen Egyetem Történelmi Intézete és Tiszafüred Város Önkormányzata volt. Külön öröm számomra, hogy a fiatalabb generáció is képviselteti magát. Köszönöm az iskoláknak, az iskolának, aki itt ennek a szervezésében is részt vett. Nagyon örülök neki, hogy ez a mai esemény létrejöhetett több szempontból is. Igyekszem röviden felsorolni, mert az időt nem akarom elvenni az előadásoktól, amelyek igen tartalmasnak ígérkeznek. Örülök neki, mert Tiszafüred városa idén ünnepli várossá válásának 40 éves évfordulóját, ezért ez a konferencia is ennek a ünnepi programsorozatnak a része, és mivel Tiszafüred életében nem csak az 1848-as, 49-es szabadságharc eseményei bírnak kiemelt jelentőséggel, hanem az 1956-os események is, én azt gondolom, hogy a 40 éves évforduló alkalmából 56 hőseinek is így illik és kell is részünkről méltó emléket állítani el 1956 tiszafüredi hőseinek. Ha nem úgy gondolkodsz a gender, a különböző liberális elméletekről, akkor azt mondják, hogy kiközösítünk. Nem szólhatsz, nem adhatsz véleményt. Ha olyan pártnak a véleményével értesz egyet, akár Németországban, akkor be is tilthatunk. És ez mindig folytatódó. Elveszheted a munkádat, kiközösít a társadalom, tehát ezek a gondolatok, ez a fajta emberi gondolkodás nem szűnt meg. Új ruhát öltött, 70 évvel, 80 ezer évvel ezelőtt hívták nemzeti szocializmusnak, fasizmusnak, kommunizmusnak, de ez az emberi tulajdonság most is benne van. És hogyha hagyjuk, hogy a társadalmunk józan esze, immunrendszere újból legyengüljön, akkor megint jönnek a világmegváltók, megint jönnek azok, akik megmondják, hogy hogy éljünk, hogy szabad élni, hogy szabad gondolkodni. És ezért jó, hogyha a fiatalok itt vannak, és azért jó, hogyha tanulnak történelmet, mert nem kell nekik újból átélni azokat a borzalmakat, hanem azt tudják mondani a futó bolondoknak, a világmegváltóknak, az ideológiai korlátok közé szorítóknak, hogy nem. Megvan a szabad gondolkodás, megvan a szabad akarat, és a liberalizmus azt jelenti, hogy mindenki azt gondolhat, amit akar, és a természet isteni törvények alapján élheti az életét. A konferencia fő témája a politikai elnyomás Magyarországon a 20. században, melynek tiszafüredi vonatkozása is van, tudtuk meg Újvári Lászlótól, a rendezvény szervezőjétől. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja ugyebár február 25-e, és ebből az alkalomból gondolkozott azon Tiszafüred város önkormányzata és a Debrecen Egyetemnek a Történelmi Intézete, hogy egy rendhagyó módon szeretnénk megemlékezni erről, nem csak a hagyományos koszorúzással és megemlékezéssel, hanem úgy, hogy egy tudományos konferenciában prezentáljuk azt, hogy a 20. században a politikai elnyomás az milyen szinten jelent meg a hétköznapokban, a hétköznapi emberek életében, illetve magában a közösségek, községek és maga úgy alapvetően a magyar közélet és magyar politikának a mindennapjaiban. A rendezvény szervezője hozzátette, hogy a Debrecen Egyetem Történelmi Intézete és Tiszafüred város önkormányzata közösen állt neki tavaly decemberben a konferencia megszervezéséhez, mely a Tiszafüred 40 nevet viselő ünnepi programsorozat keretében került megrendezésre. A tudományos konferencián számos témában hallhattak előadásokat, a megjelentek, a rendezvényre pedig olyan előadókat sikerült meghívni, akik több éve kutatják a témát. Sikerült a politikai elnyomás Magyarországon a 20. században című konferenciához meghívni az időszakot és a témát kutató legjobb, illetve legjártasabb kutatókat, kezdőket és neves kutat, tapasztalt kutatókat is. Hallhattunk a Tanácsköztársaság idejéről, román terrorról, kommunista terrorról, hallhattunk az 1945 után kibontakozó és az 1950-es években számos megkérdezhető döntést és intézkedést meghozó kommunista Rákosi rendszernek a történetéről. Hallhattunk utána a Kádár rendszernek az úgynevezett puha diktatúrájáról,
gulyás kommunizmusáról. Ez például Borrandi Zsuzsanna, a korszak talán legismertebb és kiváló kutatója prezentálta nekünk, de hallhatunk jogi megközelítésből, hadtörténeti megközelítésből és helytörténeti megközelítésekből is. Helytörténeti megközelítésekből kiemelném Hajdúnánás, Karcag és Tiszafüred vonatkozásában elhangzott előadásokat. Nagy fókusz kapott, nagy hangsúlyt kapott az előadások között például az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás is. Az előadásokból egy konferencia kötetet is terveznek megjelentetni, mely Tiszafüred város önkormányzatának kiadásában fog megjelenni várhatóan az év végén.